Szervusztok, kedves második osztályos gyerekek! Fülöp Ildikó tanítónéni vagyok, a Nyárádszeredai Deák Farkas általános iskolából. A mai alkalommal Számországba fogunk együtt barangolni. Oda viszlek el benneteket, ahol a háromjegyű számok laknak. De nem csak találkozni fogunk velük, hanem műveleteket végzünk, és közben megtanuljuk, hogy mit tehetünk egészségünk megőrzése érdekében. Készítsétek elő a matematika füzeteteket és a toltartóitokat. Ismételjük át a természetes számok összeadását ezerig az egységrend átlépése nélkül. 142 plusz 326 egyenlő. Az összeadást az egyesekkel kezdjük, mert a későbbiekben itt is fog majd tovább menni, mint ahogy tanultátok a kétjegyű számoknál. Tehát egyeseket egyesekkel írom az egyenlőségjel utáni harmadik négyzetecskébe. 2 plusz 4 egyenlő 8. Tízeseket tízesekkel, 4 plusz 2. 6 írom az egyenlőségjel utáni második négyzetecskébe, és százasokat százasokkal, 1 plusz 3, 4, és írom a százas helyére az egyenlőségjel után. Hogy nevezzük az összeadás szereplőit? Ismételjük csak át. Azokat a számokat, amelyeket összeadunk, összeadandóknak vagy tagoknak nevezzük. Az összeadás eredményét pedig összegnek nevezzük, de ti ezt már mind tanultátok. De ismételjük azért át a természetes számok kivonását is ezerig az egységrend átlépése nélkül. Vigyázok, mindig a nagyobbik számból veszem el a kicsit. Itt is az egyesekkel kezdem, mert majd kérhetünk kölcsön, mint ahogy tanultátok a kétjegyű számoknál. Vagyis egyesekből egyeseket írom az egyes helyére, hétből hetet nulla, tízesekből tízeseket írom a tízes helyére, nyolcból négyet négy, és százasokból százasokat, már ha van, jelen esetünkben nincs százasom. Tehát 9 magára 9. Hogy nevezzük a kivonás szereplőit? Azt a számot, amiből elveszünk, kivonunk, kisebbítendőnek nevezzük. Azt a számot, amiből elveszünk, kivonunk, az a kivonandó. És a kivonás eredménye pedig a különbség. Na és akkor jöhet is a játék. Ha helyesen elvégezzük a következő összeadásokat, az összegeket növekvő sorrendbe állítjuk és társítjuk a hozzájuk tartozó betűket, megkapjuk az első tényezőt, amely fontos az egészségünk megőrzése érdekében. 276 plusz 21. A százasom marad magára. Az összeg, kiszámoltátok? Nagyon jó. 297 és egy L betű társul hozzá. 314 plusz 325. Az összeg 639K. 841 plusz 3. Nagyon könnyű, csak az egyeshez kell hozzáadnom, a százasom tízesen marad. 844 S. 635 plusz 144. Az összeg megvan? Kiszámoltátok? 779 A betű társul hozzá. 162 plusz 237.
az összeg 399A. 143 plusz 50. A százason marad magára az összeg 193, szintén A. Na, nagyon kíváncsi vagyok erre a szóra, mi fog kialakulni. 217 plusz 200. Százasokat összeadom, tízesem, egyesem marad magára. 417 L. 244 plusz 25. Százasom szintén marad. Az összeg 269 P. 527 plusz 132. Az összeg megvan? Kiszámoltátok? 659 O. 165 plusz 13. Szintén marad a százasom magára. Az összeg biztos megvan már. 178 T. 435 plusz 324. Az összeg 759 Z. Mit is jelent a növekvő sorrend? Megkeressük a legkisebb összeget, és megyünk föl mindig a nagy fele, a sort pedig bezárja a legnagyobb összeg. Na nézzük csak. 178 T, 193 A, 269 P, 297 L, 399 A, 417 L, 639 K, 659 O, 759 Z, 779 A, és a sort bezárja 844 S. Összeolvastátok a betűket? A sorba rakott betűket? Nagyon jó, és biztos, hogy kiolvastátok, hogy táplálkozás. Tehát ez az első tényezőnk, amivel hozzájárulhatunk az egészségünk megőrzéséhez. Élelmiszereinket különböző csoportokba sorolhatjuk. Így vannak gabonafélék, gyümölcsök, zöldségek, zsiradékok, cukrok, különböző húsfélék, hüvelyesek, mint például a borsó, passzúj. Vannak a tej és tejtermékek. Változatosan kell táplálkoznunk, viszont nem mindegy, hogy miből mennyit viszünk be naponta a szervezetünkbe. Ezért elhoztam nektek egy táplálékpiramist, amelyen látszik, hogy körülbelül milyen arányban kell fogyasztani a különböző táplálékokat. A kenyeret, a gabonatermékeket, ide tartozik a tészta, vagyis a laska, a rizs is, körülbelül 40%-át teszik ki a napi élelmiszereinknek. 35%, tehát nagyon-nagyon nagy mennyiségben kell zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztanunk. Valamennyivel kevesebb tejet és tejterméket kell fogyasztanunk, húst, különböző húsféléket, tojást. És nagyon kicsi mennyiségben kell zsírokat és édességet fogyasztanunk. A helytelenül kialakított táplálkozási szokások rossz hatással vannak egészségünkre és közérzetünkre. Ezért jegyezzétek meg a következő jó tanácsokat. Naponta többször egyetek, egy alkalommal mindig csak keveset. Egy kisgyereknek naponta legalább 5-ször kell étkeznie. Ez magába foglalja a reggelit, 10 órait, ebédet, uzsonnát és a vacsorát.
Minden nap lehetőleg ugyanabban az időpontban étkezzetek. A reggelizés a legfontosabb étkezés. Minden nap reggelizzetek. A vitaminokban gazdag zöldségek és gyümölcsök erősítik a szervezetetek védekező képességét a betegségekkel szemben. Fogyasszatok belőlük sokat. A túlzott cukor és zsírfogyasztás elhízáshoz és betegségekhez vezet. Ezért kerüljétek túlzott fogyasztásukat. Inkább gyümölcsöket, zöldségeket egyetek helyettük. Csak annyit egyetek, amennyivel jól laktok. A fölösleges étel megterheli a gyomor és a bél működését, kimeríti a szervezetet, tompítja a gondolkodást és lustává tesz. Figyeljetek a megfelelő folyadékbevitelre is, de kerüljétek a színes, cukrozott üdítők fogyasztását. Kíváncsiak vagytok a második tényezőre? Ha helyesen elvégezzük a kivonásokat, a különbségeket csökkenő sorrendbe állítjuk, összeolvassuk a hozzájuk tartozó betűket, megkapjuk a második fontos tényezőt az egészséges életmódhoz. 153 mínusz 50. A százason marad magára. A különbség 103 g. 294 mínusz 23. A kivonandómban szintén nincs százasom. A különbség 271 m. 527 mínusz 112. Megvan a különbség? Kiszámoltátok? Nagyon jó. 415 e. 296 mínusz 200. Elveszem a százast, megmarad a tízesem meg az egyesem. 96 a. 165 mínusz 13. Százasom megint marad magára. Különbség 152 z. 635 mínusz 324. Megvan, kiszámoltátok? 311 t. Nagyon jó, nagyon ügyesen számoltuk. 504 mínusz 3. A különbség, csak az egyesből kell elvennem. 501, szintén T betű. 342 mínusz 300. Elveszem a százast, megmarad a tízes meg az egyes. 42 S. 615 mínusz 214. A különbség, kiszámoltátok? Megvan? 401 S, szintén S. És az utolsó kivonás 296 mínusz 103 egyenlő 193 U betű van mellette. Nagyon ügyesen számoltuk. Mit is jelent a csökkenő sorrend? Megkeressük a legnagyobb különbséget, és megyek lefele a kicsi fele. A sort bezárjuk a legkisebbel. Na nézzük csak. 501 T, 415 E, 401 S, 311 T, 271 M, 193 O, 152 Z, 103 G, 96 A, és a legkisebb különbségem a 42 S.
Összeolvastátok a betűket? Szerintem már igen, és kijött nektek is, hogy testmozgás. Nagyon jó. A mozgás életünk eleme, a rendszeres testedzésen és sportoláson kívül végezzetek ház körüli munkát, sétáljatok, barkácsoljatok, próbáljatok minél több időt tartózkodni a friss levegőn. És ez is hozzájárul az egészségetek megőrzéséhez. És elérkeztünk a harmadik tényezőhöz, amivel hozzájárulhatunk az egészségünk megőrzéséhez. Végezzük el a következő műveleteket, majd a kapott összegeket, különbségeket állítsuk növekvő sorrendbe, és társítsuk a hozzájuk tartozó betűket. A megfejtés a harmadik tényező, ami szintén nagyon fontos az egészségünk megőrzése érdekében. 134 plusz 342. Vigyázat, összeadás. Az összeg 476 i betű van mellette. 384 mínusz 243. Figyeljünk, összeadás, kivonás. A különbség megvan? Kiszámoltátok? Nagyon jó. 141 e betű van mellette. 432 plusz 216. Az összeg, gondolom már ki is számoltátok, 648 i. Ennyi jött ki? Akkor ügyesen számoltatok. 246 mínusz 20. A százason marad magára. A különbség 226 i. 546 plusz 20. Most hozzáadom a 20-at. A százasom szintén marad. Az összeg 566 H betű társul hozzá. 695 mínusz 642. A százast elveszem teljesen, és marad 53 Z. 743 plusz 200. Az összeg 943 N. 889 mínusz 616. A különbség megvan, kiszámoltátok? 273 L. 608 plusz 121. Az összeg 729 G. Ennyi jött ki nektek is? Nagyon jó, ügyesek vagytok. 953 mínusz 51. A százason marad magára. A különbség 902 i. 665 plusz 320. Az összeg 985 a. 485 mínusz 162. A különbség megvan? 323 és y társul hozzá. 456 plusz 430. Az összeg 886 i.
552 plusz 407, szintén összeadás. Az összeg megvan? Kiszámoltátok? 959 M betű társul hozzá. 598 minusz 556. A különbség 42 S. És az utolsó kivonáshoz érkeztünk. 784 minusz 573. A különbség, kiszámoltátok? 211 M. Nagyon ügyesen számoltuk. És akkor állítsuk növekvő sorrendbe az eredményeket. Keressük meg a legkisebb eredményt, és a legnagyobbal zárjuk be a sort. Lássuk csak. 42 S, 53 Z, 141 E, 211 M, 226 E, 273 L, 323 Y, 476 I, 566 H, 648 I, 729 G, 886 I, 902 E, 943 N, 959 I, és 580, 985 A. Két szóból áll a második a harmadik tényezőnk. Sikerült összeolvasnotok? Megvan? Személyi higiénia. Lássuk csak, mit is rejt ez a fogalom? Mire vonatkozik a személyi higiénia? A személyi higiénia a tisztálkodásra, öltözködésre és az életmódra vonatkozik. A tisztálkodás gyakorlat során szokássává alakul. A test tisztán tartásának kellékei. Meleg, tiszta víz, szappan, frottír vagy vászontörülköző. Vigyázzunk, mert a természetes vagy műszivacs fertőzések forrása lehet. A test tisztán tartása mellett a test higiéniához tartozik a ruházat és a lábbelik tisztán tartása is. Kedves gyerekek, én nagyon jól éreztem magam veletek, végezzetek minél több összeadást és kivonást, vigyázzatok az egészségetekre, fogadjátok meg a jó tanácsaimat. Viszontlátásra, sziasztok!